Egy teljes nap élőadására legendő témával szolgál majd Sátor Aljaújhely a Kossuth Rádió országjáró műsorában, ami január 18-án innen jelentkezik. A rádió szerkesztői, műsorvezetői már pontosan tudják, mi az, amit szeretnének megmutatni a városból, ami számunkra a helyieknek természetes, az izgalmas és akár felfedezésre váró kirándulóhely lehet másoknak. Az országjáró szombat délelőtt adásában 10 és 12 között a Kazinczy Ferenc Múzeumban, a Magyar Nyelv Múzeumában barangolunk, és minden olyan turisztikai látványosságról beszélünk, mint például a Kalandpark, vagy éppen Kossuth Lajos napló bejegyzése, amely arra érdemes, hogy eljöjjön az ember Sátor Aljaújhelyre, akár az ország másik végéből. Az országjáró szombat délután pedig már egy kicsit a kultúra felé kacsint, majd délután 14:30-tól beszélünk majd a helyi kulturális élet kiemelkedő egyéniségeiről, érdekes civil csapatokat mutatunk be, illetve különleges gyűjteményekbe is bekukkantunk, mint például a Börtönmúzeum. Az élő műsort a Kazinczy Ferenc Múzeumból közvetítik majd a rádió munkatársai. A bemutatkozások összeállításában igyekeztek a helyiek is besegíteni, hogy minél színesebb és informatívabb legyen a program. Valakit érdekel a történelem, valakit érdekel a település múltja, akkor azt gondolom, hogy ez nagyszerű alkalom lesz, hogy felcsigázzuk, hiszen a Kazinczy Múzeumból sugároz majd a Kossuth Rádió, és bizony, ahogy tudom az előkészületeket, szinte nem lesz olyan szegmens a városnak, a város életének, amit ne érintenének majd a szerkesztők, úgyhogy egy nagyon jó alkalom lesz, hogy ilyen formában ezen a platformon is be tudjon mutatkozni a város. Az egésznapos műsorfolyam 10-től délig, és délután 14:30-tól 17 óráig tart majd. Érdemes tehát akkor figyelemmel hallgatni a rádiót, hiszen egy-egy helyszínen számunkra ismerős emberek szólalnak majd meg a beszélgetésekben.